Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök itt Dunaföldváron minden vendégeinket, és köszönöm Dunaföldvár vezetésnek, polgármesteri hivatalnak, Horváth Zsolt polgármester úrnak, hogy most ezen a napon, ezen az estén itt részt vehettünk. Egy kicsit göröncsös volt ez az út idáig, de hál' Istennek azért legyőztük. Nagy tisztelettel köszönteném elsősorban, ha megengeditek, a családomat, hogy én idáig ezt a munkámat el tudtam kezdeni. Nagyon nagy türelemmel voltak velem, és kitartással, és köszönöm a feleségemnek és a családomnak, hogy ezt a mai napot itt lehettem. Polgármester úrban egy nagyon úriembert ismertem meg, és nagyon köszönöm neki, hogy itt lehetünk most közösen, és elkezdhessük majd együtt a munkánkat. Köszönöm aljegyzőasszonynak, dr. Révész Juditnak, aki nagyon-nagyon sokat dolgozott velem, illetve nekem segített a munkámban, az előkészületekben. Néha volt egy kis vitánk, de úgy hiszem, hogy ez belefér. Köszönöm neki. Szintén megköszönném alpolgármester asszonyunknak, dr. Süveges Árpádnak az ő munkáját is, hiszen úgy éreztem az eleinte, megmondom őszintén, hogy egy kicsit nehezen akartak engem itt befogadni Dunaföldváron, de teljesen tisztelettel én ezt tudomásul vettem, hiszen nem dunaföldvári lakos vagyok, ezt mindjárt tudjátok. De itt él az én családom nagyobb része, Dunaföldváron tartózkodok nagyon sokat. Hát most elmerem nektek azt mondani, az elmúlt pár hónapban, ahogy elkezdődött az egész jelölésem, illetve a választásom a mai napig, azt kimerem jelenteni, hogy otthon szinte csak a vacsorát értem meg. Tehát reggeltől estig mentem, és próbáltam mindig azt az utat keresni, hogy ezt megvalósuljam, amit én megálmodtam, illetve szeretnék a dunaföldvári romákért tenni. Tovább mennék, bocsánat, a sorrendben. Akinek még nagyon nagy tisztelettel és köszönettel tartozok, az pedig nem más, mint Magyari Katalinnak és minden pénzügyi osztály dolgozónak. Én őszinte vagyok, ilyen kedves hölgyel már régen találkoztam, és azt is nem árulok el, mert a titkot azt hiszem, hogyha azt mondanám, hogy Magyari Katalin, illetve az ő szervezete, nélkül ez a mai nap lehet, hogy nem valósult volna meg, hiszen nem csak mindemberileg segített a munkámban, hanem jelentős anyagi támogatással is. Amit én nagy tisztelettel köszönök. Köszönöm a Máltai Szeretett Szolgálatnak, Tamás úrnak, elnézést a vezeték nevét, most nem jut eszembe, de a Lipták Tamás úrnak köszönöm. Ő is úriemberként állt hozzám, és nagy segítséggel tisztelettel megköszönöm neki, hiszen ők is nagyon sok mindenre segítettek. Amiből a mai finom marra pörköttet fogjátok enni, azt igenis Lipták úrtól kaptam, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálattól. Külön tisztelet is a Dunaföldvári Evangélikus Egyház közösségnek, akitől szintén nagy segítséget kaptam, és mély tisztelettel vagyok az egyház közösséggel. Hát sok mindent tudnék mondani, nem akarom rabolni az idejét senkinek, mert gondolom nem rám vagytok kíváncsiak, hanem a táncsoportra. Annyit még el szeretnék még mondani, mielőtt a polgármestert átadnám. Nagy-nagy terveim vannak itt a dunaföldvári romákkal kapcsolatosan. Hál' Istennek jó kapcsolatot ápolok az országosabb Dolna megyei, Bács-Kiskun megyei önkormányzatokkal, és mindenféle segítségüket meg fogom kapni. Természetesen a Dunaföldvári önkormányzattól is ígéretet kaptam, polgármester úrtól, illetve a többi dolgozótól, hogy
maximálisan a munkámat fogják segíteni, amit én nagyon nagy tisztelettel elfogadtam és megköszönöm neki. Tehát röviden ennyi volt a bemutatkozásom. Engedjétek meg, hogy nagy tisztelettel felkérjem Dunaföldvár polgármester urat, Horváth Zsolt urat, hogy egy pár szót ő is mondjon el. Köszönöm. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Lehet, hogy egy kicsit most meglepődnek, hogy itt áll mellettem egy ifjú művész hölgy. És én azt gondolom, hogy a mai napnak igazából ez az értelme. Az, hogy mi itt vagyunk, az nekünk úgy a kötelességünk, hogy segítséget nyújtsunk. Egymásnak, egymásért, és aki itt is van mellettünk, a jövő nemzedékének. Ez egy nagyon fontos dolog. Önöknek is, nekünk is, ez pedig nem más az, hogy megmaradni, és a megmaradásunkért küzdeni. Ezért kell önöknek is tenni, meg nekünk is. Azért, mert dunaföldváriak vagyunk, és Dunaföldváron kell megmaradnunk, békességben, szorgalomban, és egymás segítve kell élnünk. És ezt tudom önöknek tanácsolni, ha együtt megyünk az úton, egymás segítve, és nem azt, hogy egymást hol tudjuk elgáncsolni, akkor annak lesz eredménye. Én ehhez a munkához kívánok önöknek nagyon sok sikert, egészséget, és a családjuknak boldogulást. Ha sikeresek a családok egy településen, akkor sikeres maga az egész település is, és sikeres abban a polgármester is, és maga az a képviselőtestület, akár erről az oldalról, akár a mi oldalunkról nézzük, amely ezt irányítja. Ezt sose felejtsék. A siker kulcsa az az önök kezében van. Nem a miénkben, nem az enyémben, hanem az önökébe, mindnyájunkéba. Ha ezt összefogással meg tudjuk erősíteni, és az ilyen napokkal közösséget tudunk építeni, akkor annak lesz eredménye. Ez az eredmény, az pedig nem a mai napon is látszik, együtt vagyunk. Egymásért, és azért, hogy egy szép, jó délutánt együtt töltsünk. Itt pedig lenne ezek az ifjú titánok, akik itt vannak mellettünk, művészek, egyszer majd adják azokat a nagy művész neveket, amelyeket lehet, hogy majd a történelemkönyvek megőriznek nekünk, és oda lesz írva mögé Dunaföldvár. És az meg fog maradni mindörökké, és önök annak, hogy ez bekövetkezzenek, mindegyiknek legyenek részesei. És én arra büszke vagyok, bármi, ami történik itt ebben a városban, nem azért, mert a nevemhez, vagy a nevünkhöz, vagy akármihez hozzákapcsolódik. Nem azért kell büszke lenni. Azért kell büszke lenni, mert az Dunaföldvárhoz kapcsolódik. És önöknek ez a kutya kötelességük, meg nekünk is, hogy ez Dunaföldvárhoz kapcsolódjon, Dunaföldvár fejlődéséhez kapcsolódjon, és itt tudjuk letenni azokat az alapokat, amelyekkel a gyerekeink az elkövetkezendő időszakokban bárhol, lehet, hogy nem itt pont Dunaföldváron, lehet, hogy Dunajvárosban, Pakson, Székesfehérváron, vagy ne adj Isten valahol a világban leteszik majd az eredményét ennek a munkának. És akkor a szülő, önök világéletükben mindig büszkék lesznek, és azt fogják mondani, ezek a gyerekek, ezek innen indultak. Lehet, hogy a mai nap bent ebbe a kis mellék helységben, ahol itt kézműves foglalkozás volt, lehet, hogy ma együtt ültem a jövő festőművészével, vagy a jövő képzőművészével, vagy bárkiével. Mert egyet jegyezzenek meg. Mindenkiből minden lehet, csak akarni kell. És tenni kell érte. És a legfontosabb az, hogy tenni kell érte, de úgy kell tenni, hogy együtt kell tenni érte. Na, én ezt kívánom, hogy ez legyen önökben a siker kulcsa, és ez vigye előre az életüket. Nagyon sok erőt, egészséget, és szeretetet kívánok önöknek a családjukban. Ilyen együttben már nem fogunk találkozni, és itt lesz a karácsony, illetve le fogjuk zárni az évet. Én kellemes és békés karácsonyi ünnepeket engedjék meg, hogy kívánjak önöknek, magam nevében, képviselőtársaim a város nevében, és sikerekben gazdag, boldog új évet. És úgy mondom azt, hogy sikereket
hogy tegyék meg mindent, amit megtehetnek, vagy meg kell tenni. És tudom, hogy sokszor ez nehéz. Meg kell magát az embernek erőszakolni, hogy ezért a sikerért tenni kell. De amikor majd visszatekintenek az útra, akkor higgyék el, megkönnyebbülnek és azt mondják, igen, ezt jól csináltuk. A jól csináltuk az azt jelenti, hogy mi mindnyájan, önök, mi, én, te, ő, mindenki, aki itt van. Hát ezt kívánom én önöknek, a mai napra pedig nem nagyon jó szórakozást kívánok önöknek. Örülök, hogy megpróbálnak ilyen jó kis közösséget építeni, és annak nagyon örülök, hogy az ilyen kis picúrok már itt vannak, és próbálják továbbvinni azt, azokat a roma hagyományokat, amelyeket továbbra is meg kell őrizni. Minden jót kívánok önöknek, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagy tisztelettel megköszönjük a polgármester úrnak. Őszinte vagyok, már megértem 53 évet, már rég hallottam ilyen beszédet. Nagyon szépen köszönöm. Engedjétek meg, még lenne még egy-két szavam, amit el szeretnék mondani. Ebből a roma önkormányzattal kapcsolatosan, akikkel együtt szeretnék dolgozni, és nagy munkában fognak engem, a segítséget fogok tőle kapni. Az pedig nem más, mint Szabó János, aki dunaföldvári lakos, és őnek egy saját civil szervezetje van, aminek ő lesz az elnöke, és együttműködésben fogok vele dolgozni, amit majd ő el fog mondani, hogy mibe fogunk együtt dolgozni, és fogadjátok nagy szeretettel, tisztelettel Szabó Jánost. Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. A civil szervezetünk megalakult. A dunaföldvári romák támogatásáért szeretnénk mindenképpen azt, hogy a romai hagyományok tovább fennmaradjanak, és ezért alakultunk meg. Nem tudom, hogy az elmúlt ciklusban én legalábbis nem tapasztaltam azt, hogy itt a romák esetleg jobbá, szebbé és stílusosabbá tették volna itt a dunaföldvári életet, de az a helyzet, hogy a civil szervezetünk ennek fényében jött létre, és ezt mindenképpen azt szeretnénk, hogy a kisebbségi önkormányzattal közösen pályázati pénzek hozzáféréséhez próbálunk pályázatokat benyújtani, és segíteni az ő munkájukat. Köszönöm a figyelmet, a további jó szórakozást, Tavas Baktaro! Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Hát lassan most elkezdjük, amire nagyon várunk, és izgatottak már a gyerekeink. Mielőtt a táncsoportot elkezdenénk, a hagyományainknak megfelelően, a kultúránkat megőrizve, hiszen erről szól ez az egész nap, amit én nagy tisztelettel mindig hallgatok, van nekünk a hagyományainknak illően egy himnuszunk, amit nagy szeretettel engedjétek meg, hogy ezt elsősorban bemutassuk és hallgassátok meg. A cigány himnuszra szeretnénk köszönteni benneteket. La 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 de la sutina pahame dosta maria de mane zeme didia maria na Edeles que cho dejame Zen me diri amaria name Edeles que cho dejame Zelendo ve zelendo pla e bakave Dai visotar madiana mendosta
Köszönöm szépen, hogy jöttek. Hát ezt a cigány most én szívemből mindig van szeretet fog el engem, amikor ezt a himnuszt hallgatom. Ezt tényleg nekünk kiírták ezt a himnuszt. Illetve hát ez minden embernek szerintem ezt megmozgassa a lelkét, a szívét ezen óta. Jó, engedjétek meg akkor, hogy folytassuk tovább a műsort. Elkezdenék akkor egy, ugyanúgy a hagyományoknak megfelelően egy autentikus páros, illetve egy pár fiú lány fog táncolni, és akkor utána pedig lesz hát a pörgősebb. Köszönöm. Gyere, zongoráska! Tavaly Bachtáli Bure Prál, Szabora Zsérért és a Tiltum Oszultó Drágodél. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Mi fogjuk szolgáltatni a zenét. Érdi Lajos vagyok. Érdre jöttem, azért vagyok Érdi Lajos. És akkor kérjük a táncosokat, készüljenek. Hey, kérem, Szabora Ledrom, te kérem, thank you.
most következik egy kicsit pörgősebb, amit egy nagy biztatásban kérek a táncosainknak. Thank you.
tánccsoport, amit alakítottam ez a pár hét alatt. Hát én úgy gondolom, hogy ezek egy profi táncosok lesznek. Mindent meg fogok értük tenni. Mindent megteszek értük. Le a kalapára. Köszönjük. És most engedjétek meg, így a pörgős tánc után, ugyanígy a hagyományoknak híven, van egy lányzónk, aki el szeretne mondani nektek egy szép cigány hallgató éneket, ha megengeditek, és fogadjátok sok szeretettel. Rostás Johan fog előadni. Oh.
köszönjük. Hát azt mondom, hogy ehhez hozzáfűzni való nincsen, ez tényleg ez. Nagyon szépen köszönöm. Engedjétek meg lassan a csoporttánc végéhez értünk. Egy körtánc lesz mégis, levonulnak a táncosaink. És utána pedig sok szeretettel mindenkit várok. Andomulatási reggelik pepánita hárasával. Bocsánat. Mindenkit szeretettel várok. A bulit, amit tovább folytatunk a másik teremben, lassan majd meg lesz már a marpörkölt is elkészül, amit fogyasztatok nagyon sok egészséggel. És kívánok mindenkinek további szép jó estét, és érezzétek jó magatokat. És még egyszer a hölgyeknek minden tiszteletem. Köszönjük szépen mindenkinek, köszönjük a táncosokra, köszönjük ezt a jó közösséget, találkozunk a másik teremben.